Szevasztok, riderek! Ebben a videóban a nagy leszámolás fog következni a downhill és enduro kerékpárok között. A Győri Red Company-től kaptunk is 2 ilyen terepkerékpár tesztelésre, úgyhogy most ezeket fogjuk bemutatni nektek és megnézni, hogy melyik, milyen terepen, hogyan teljesít. Először gurulgasson kicsit és szokjuk a kerékpárokat. Mindkét bicikli 2018-as modell, elsőként én a Cube 215-öt prezentálom nektek, amely a nevéből is lejön, hogy hátul több mint 200 milli rugóútja van, elől pedig egy 200-as márzó bomber teszi a dolgát rendesen. Nem akarok nagyon sokat dumálni a bicikliről, mert egy szép gyári összeállítást láthatunk, Magura MT5 fékek vannak egyébként rajta, és ha jobban megnézzük, akkor szinte minden egyéb kiegészítő részfész, ami nem számít rossznak. Ez pedig itt a Cube Hunt, ami szintén egy L-es váz, ez 190-et mozog hátul, szuper enduro kategória, tehát fölfele is könnyebben menni, mint egy DH-géppel. Elől egy Suntour Durolux villa van benne, a 180-at mozog, valamint ezen is Magura fékek, Schwalbe gumik, Sun Ringlay kerekek. Hátul pedig egy jó kis mászó sor van, 40 fölötti fogak. Na de ennyi elég is volt a dumából. Elsőként lejtmenetbe fogjuk tesztelni a masinákat. A downhill tekintve kicsit langyik ezek a pályák, most nincs lehetőségünk nagyobb hegyekbe vagy bike parkba tesztelni őket, de a minimális különbségek itt is azért kijönnek. A DH bicai nagyon kicsit alacsonyabbra van fektetve, és egy monstrumként halad át mindenen. Kevésbé technikásan kell vele menni, és jobban csillapít egy picikét. Teljesített a bringázon a köves részen, mert hogy több is mint 200 mm rugó útja van, teljesen jól kimozogta a köveket, fékek is jól fogtak. Király. A hánccal is jót lehetett menni, annak ellenére kicsit magasabb, mégis éreztem, hogy uralni lehet a biciklit a kanyarokba, és jó a tapadás. Becsik méri. Dirty Dan. Felfelé menetben nagyon jót tesz a Hunt magas hátsó sora, és könnyen fel lehet vele szaladni kisebb-nagyobb emelkedőkön, viszont azt természetesen nem mondhatjuk, hogy bárhol fel lehet vele jutni, és meredekebb helyeken szívesebben tolja az ember. A DH-gépünk felépítése kicsit vaskosabb, emiatt stabilabb, viszont ugye nehezebb lesz egy pár kilóval. Ja igen, és fontos, hogy nem vagyunk fizetve, és nem is kértek egy szépeket mondjuk a bringákról, szóval amit hallottok, az őszinte vélemény. Ahogy ez sejthető, fölfele nem nagyon hasonlítható össze a két bringa, DH-val eléggé nehéz menni. Aki leginkább bikeparkba szokott rájdolni, annak valószínű érdemesebb a nagy gépet választania, viszont a mi felhasználási területünkhöz talán jobban passzol az enduro. Na, a DH gépnek találtunk is egy nagyon jó terepet, az egyik legdurvább pályán, a Nagy Rókás talán a neve. Úgyhogy itt aztán tényleg be lehet tesztelni. Na ez már kihívás lesz! Yeah. Na ehhez már szerintem kicsit magas ez a váz. Főleg így ellesbe. Jó!
Na, felfele, lefele már elég életeszteltük a bringákat. Most jöjjön az utolsó, a levegőben. Igaz, hogy ugrálásnál azért jó, hogyha az embernek megszokott biciklia van. Kicsit nekünk ezek még szokatlanok, de pár ugrást azért végre tudunk velük hajtani. Mi történt? Leakadt a pedál a kezem. Hát ez nem jó, nem lesz így ugratás. És ezzel végeztünk is, minden terepen maximálisan beteszteltük a gépeket. Nekünk egy kicsikét Hánc felé húz a szívünk, ugyanis mi itthon is elég sokat szoktunk biciklizni, viszont tényleg szuper terepkerékpárokat próbálhattunk ki, és ezekből a biciklikből még különböző méretekben több darab is van eladó a Red Company-nek, úgyhogy azt a leírásban meg tudjátok nézni. És egy tök szép napot töltöttünk el itt a hármas határhegyen, kicsit meg tudtuk nektek is mutatni, hogy milyen pályák is vannak erre. Ja, kb. Az összeset megnéztük. Legközelebb pedig szintén kitalálunk valami érdekességet. Cső. Csá. Te ott maradsz? Szia. Terep, kerékpár.